egy kicsit arról fogunk beszélgetni veled, Isten hozott Enikő, hogy szép jó napot kívánok. Mit is csinál egy eseményszervező? Talán sokaknak ez még új, annak ellenére, hogy már a tavaly is a vendégünk voltál. Gyere, mesélj egy kicsit a szakmádról. Legelőre is köszöntöm a hallgatókat, és titeket is. Nagyon hamar elrepült ez az egy év. Éppen csodálkozom, hogy most nemrég ültem itt ebbe a székbe, és ismét itt vagyok. Rendezvényszervező vagyok, esküvőszervező és rendezvényszervező, egyben is már 4 éve. Nagyon sok segítség a fiataloknak, ezt kérdezted, hogy mi ez a rendezvényszervezés. Nagyon nagy segítség a fiataloknak. Most már nem luxus cikk az, hogyha valaki egy esküvőszervezőt felkér az esküvője lebonyolítására. A fiatalokkal megbeszélünk mindent. Ők nyugodtan hátradőlnek a fotelba, a székbe, és jönnek majd esküvő előtt egy héttel, és lebonyolítják az esküvőt, buliznak, összeszedik a pénzt, és megy az élet tovább. Ez talán a legszebb része az egésznek nyilvánvalóan. Hát mondjuk, ugye, amit egy pár nem tud, és te nyilván a szakmától fogva muszáj tudnod, hogy hány cég foglalkozik mondjuk dekorral, hány cég foglalkozik hangosítással, kik azok a zenekarok, akik adott periódusban elérhetőek. Mi az, ami összefut a te kezedben? Minden. Úgy képzeld, amikor egy rendezvényszervező elindítja saját magának ezt a céget, akkor már kell legyen mindenből. Például 10-15 vőfély, 10-15 zenekar, 4-5 dekoros, tudod, hogyha az egyik foglalt, akkor gyorsan lépni kell a másikhoz. Ezek mind jók kell legyenek, a javából kell összeszedni azért, mert te egy személyben felelsz mindenért. Ugyanúgy tortásokkal dolgozok, sütemények, akik készítik, akkor vannak, akik a tűzijátékot összeteszik, pirotechnikusaim is vannak, ott is 2 cégkel dolgozok, együtt külső tűzijáték, belső, akkor vannak, akik a galambokat szolgáltatják, most már van egy új szolgáltatásunk is, a színes lepke röptetés. Színes lepke röptetés? Igen, az úgy képzeld el, hogy lefagyasztva érkezik 100-150 darab lepkám, és egy bizonyos hőfokon kell fölmelegíteni. Gondolom nem a mikrohullámosba sovasztják. Nem, ezt inkább nyári szezonban szoktuk használni, mikor jó idő van, mert ki kell tenni a napra, és 24 foknál már életre kelnek a lepkék, és gyönyörű hatás, amikor fölrepülnek ott. Általában a templom előtt szokták a fiatalok elröpíteni. Aha, és ez lehet annyira időzíteni, mint teszem azt, amikor mondjuk a rizsdobálás egy kicsit ugye egyszerűbb műfaj, mert lehet tudni, mikor jön neki a templomból, azt akkor dobjuk. Ha késnek 5 percet, akkor lepkéknél ez egy kicsit macerásabb, nem? Ha ugyanúgy egy dobozba érkezik, amikor kijött a fiatal pár, a kezébe kapja a dobozt, és akkor repíti föl, arra már be van állítva a fotós, videós, mindenki tudott, hogy... Aha. Hogy mik vannak? Szép. Én mikről maradok le? Én még ott maradtam le, hogy a legújabb kiegészítő az a csokiszökőkút, de hát én ezek szerint akkor már... Én most már készítek én saját magam is gyümölcspálmát, meg lehet nézni. Gyümölcspálma? Az milyen a gyümölcspálma? Mesélj nekem erről. Ez jól hangzik. Hát az, hogy készítem el, azt nem mondom el, mert ez a szakma titka. Hát nem tudom neked elmondani. Ez úgy néz ki, hogy mind a pálmának a szára fölfele tele van spirálisan rakva különféle színes gyümölcsökkel, aha, meg a tetején nyílik szét a pálmalevél, és körülötte körbe van rakva gyümölcsökkel. Külföldön különböző eseményeken láttam ilyen jégszobrokat. Nálunk vannak jégszobrászok? Nálunk nincsenek, sajnos. Bukurásban van 2, de nem, én próbáltam, egyszer volt egy húzósabb esküvőm, és próbáltam, hogy feljöjjenek ide kézdire, de nem vállalták el. Bukurásban egyetlen egy srác foglalkozik vele, de Magyarországon például már nagyon elterjedt. Úgyhogy ezeket a jégszobrokat már tudják hozni kiállításokra is bemutatni. Az már igen, végül is nálunk is megtanulhatnának. Amennyi szobrász van, lehet, hogy valamelyik gálkál. Van szobrászunk, de csak gyümölcseket. És a gyümölcsszobrászatból látom azért ilyeneket, akik mit tudom, egész tájképeket képesek megalkozni. Persze, igen, meg galambot, meg a dinnyébe beleírja bármit, amit az ifjú pár kíván, a nevét, az esküvőjük dátumát, minden. Mindig tisztában vagy az aktuális esküvői trendekkel, mert hogy az esküvőknek is vannak trendjeik, vannak divatjaik. Minden évben, igen. Az idén mi az esküvői trend? Hát az idén a lila színt választották ki az esküvő
színének, ugye minden évben kiválasztanak a divattervezők egy színt. Ez a lila orchideának a színe, nagyon szép, de most is azt mondom, mint minden évben, hogy a fiatalok azt a színt válasszák ki, ami nekük a kedvencük, vagy amelyik pontosan talál ahhoz a teremhez, ahol az esküvőjük fog lezajlani. Mert hiába egy barna, egy rustikus benyomású terem, és hiába díszítünk oda egy lila orchideás díszítés, már az teljesen elvág. A 2014-ben is nagy teret hódít a 20 éves, a 20, na, hogy mondjam már, a 20-as évek trendje. Például előtérben van a csipke, úgy meg kell jeleníteni a ruhákba, mind a díszletbe, na meg a tortákon is. Ezeket a... lehet fokozni gyöngyökkel. Stop. Milyen a csipkés torta? Az, amit így az oldalból megcsipkednek, vagy az már egy másik? Nem, hanem megcsinálja a cukrász rendesen a tortát, és minthogy a csipkével volna bevonva szépen körbe kereken, nagyon szép. Tehát a fondantja az gyakorlatilag ilyen csipkésre. Igen. Úgy mik vannak, tényleg le vagyok maradva. És látszik, hogy nem töröm ilyesmi a fejem. Igen? Ami nagy divat most például, hogy színes mennyasszonyi ruhákba mennek férhez a hölgyek. Na, ezt itt nálunk nem fogják bevállalni nagyon sokan. Ezt úgy értsen, hogy lehet zöld, lehet kék, lehet pink, vagy aki nagyon ragaszkodik a fehérhez, azt meg lehet törni például a fehéret egy színes övvel, tudod, vagy egy színes csipkét teszünk a fehér ruhára, vagy ha aki ezt se szeretné, akkor lehet úgy, hogy a cipő színes. A mennyasszonynak a cipője színes, amelyik az ő kedvenc színe, olyan színű cipőjel, ez persze ezt a színt meg kell jeleníteni ugyanúgy a mennyasszonyi csokorba, a koszorús lányok csokraiba, és a maga a dekorba is, azért, hogy legyen egység az egész esküvő alatt. Azért mennyi mindenre oda kell figyelni, a fene gondolta volna, így hirtelen a színes cipőről csak a Julia Roberts-es jelenet jutott eszembe, amikor Richard Gere elüldögélnek, és Julia Roberts nem az a Pretty Woman, amire gondolom. Mindegy, van valamelyik film, ahol az elszaladós mennyasszonynak mindig futócipő van a lábán. Visszatérve erre a dologra, a vőlegényeknél mi a trend? Mindig a lányokról beszélünk. Tudom, hogy a vőlegény az csak annyira fontos kiegészítő, mint a mennyasszony csokra, de azért mindig figyelni kell a vőlegényre is. Mert például, hogyha a mennyasszony egy fehér ruhát választ, akkor én szerintem a vőlegénynek az inge nem szabadna fehér legyen, hanem valami más szín, vagy más szín legyen a nyakkendője, vagy az a pici zsebkendő, vagy amit oda beszoktak tenni az akójukba. Nagyon sokan kérték most már az idénre a frakkot. Ó, náluk is. Lehet egyáltalán frakkot kölcsönözni? Persze, nem kölcsönözni lehet. A vőlegények azok mindig megveszik a ruhát saját maguknak. Általában a mennyasszonyok szokták kölcsönözni, a vőlegények azok megvásárolják maguknak. És van olyan, hogy kétféle mellény van az öltönyhöz, hogy utána is tudja használni. Van maga, amit az esküvőn használ, meg olyan nyakkendő, és van hozzá olyan mellény, amit majd az élete során más alkalmakkor is fel tud venni. Rendben, mindjárt fogadlak még egy kicsit a trendekről, addig olajbíj a szó. Minden zene neked szól.